A következő mesét Görög Zoltán küldi neked a K&H gyógyvarázsmese doktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb, jó? A selyemrét. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak volt egy daliás szép fia. De olyan szép volt, olyan derék, hogy mindenki megcsodálta őt. Örült is ennek az édesapja, de a fiú már 18 éves lett, és látja, hogy az ő édesapja mindig szomorú. Kijárt a fiú a katonatisztekkel vívni, és mindenkit legyőzött. Vadászatokban mindig a legveszedelmesebb vadra vadászott. Azt mindig azért tette, hogy az apjának a kedvébe járjon. De az apja mégis mindig szomorú volt. Egyszer elhatározta magában a királyfi, hogy megkérdezi az édesapját, mi az oka ennek a nagy szomorúságnak. Úgy is lett. Megkérdezte, és az apja azt felelte. Látom, fiam, hogy vitéz vagy, mert a legjobb vívókkal is legyőzöd, és a legveszedelmesebb vadakat is elejted. De még mindennek nem örülhetek, mert van nekem egy jó barátom. Már egy fél éve, hogy nem kaptam tőle üzenetet. De előtte az én barátom azt üzente, aki egy aranyerdő közepébe a selyemréttel lakik, hogy megirigyelték tőle ezt a szép országot, és a boszorkányok ezrivel küldik rá a katonaságot. Ez az üzenet. Az üzenet mellett pedig arra kér, hogy segítsek neki. De látod, én már öreg vagyok, és nem tudok oda menni. Jól van, édesapa, majd elmegyek én. Igen ám, fiam, te csak nem tudod az utat, nem tudsz odajutni. Mindegy, édesapám, elindulok, addig megyek, addig járok, amíg a te barátodra rátalálok. Jól van, fiam, de ha elhatároztad, el akarsz menni, akkor Isten áldjon az utadon. A fiú rögtön pakolt, és mikor az útra valóval készen volt, azt kérdi az apja. Lovat választottál-e már? Igen, apám, már a lovász nyergeli is. Jól van, fiam, jól gondolkoztál, de hallgass én rám. Van az istálló háta megett egy nagy trágyajuk. Régen abba gyűjtöttük a trágyát. De mióta megöregettem, nem vagyok arra való, hogy lovagoljak. És tudod, fiam, hogy mit rejtegetek én abban a trágyajukban? Az én legénykori paripámat. Ajánlom neked, hogy avval menjél el. Igaz, hogy meg kell elém etetni, de nézd meg, ha egyszer jól lakik, úgy fog kinézni, mint egy csigó. Kiált is a fiú rögtön a kocsisnak. János! Készíts zabot! Erre megszólal az apja. Nem zab kell annak, fiam. Hát micsoda, édesapám? Na, bizony mi? Tiszta égő parázs. Ott van hátul a kertben egy nagy vagonfa. Gyújtsad meg. Mikor parázsá válik, emeld ki a lovat a gödörből, és vidd oda, mert olyan gyenge, hogy még odáig se tud elmenni. Meggyújtották a nagy csomó fát. Olyan tüzelet, hogy az egész városban melegedtek. Mikor izzó parázsá vált, akkor a királyfi kivette a lovat a gödörből, oda cipelte a tűzhöz. Hát halljatok csodát, gyerekek! Neki kezdett a ló enni. Ahogy kezdte enni a parasat, szemlátomást hízott. Mikor mind megette, még a szőre is tündökölt. Elámultak a csikósok, de még a királyfi is. Akkor nézett nagyot, mikor látta, hogy a lónak 6 lába van. Amint bámult a királyfi, megszólalt az apja. Nos, édes fiam, menj fel a padlásra, ott vannak az én régi fegyvereim, és válasz egyet közülük. De megmondom neked, vannak ott fényesebbnél fényesebb kardok és fegyverek, de van ottan a többi közt, amelyik olyan rozsdás, úgy néz ki, mintha behintették volna szép, piros csípős paprikával. Azt ajánlom neked, fiam, hogy azt a kardot vedd magadhoz. Le is hozta a királyfi, próbálgatta kiúzni a pengét a hüvelyből, de sehogy se tudta. No, édesapám, jól nézek ki ezzel a karddal. Nem csak 7-szer, 77-szer is levágják a fejemet, amíg én ezzel vívok. Ó, fiam, nem úgy kell azt kihúzni. Mondja neki, kard, ki a hüvelyből. Alig, hogy kimondja a királyfi, egyszerre a kard kirepül. De úgy zogott a levegő a kard suhogásától, hogy mind azt hinnők,
hogy valami nagy vihar van. Most mit csináljak, apám? Most mondjad, kard vissza! Abban a pillanatban a kard a hüvelybe rejtőzött. Na, fiam, így jár ez a kard. De aztán, amikor kiparancsolod, mondjad is neki, vágjad kardom! Megköszönte szépen az édesapjának a kardot és a lovat. Az öreg királynak kicsordult a könnye. A mélysír, édesapám? Kérdi a királyfi. Feleli az öreg király. Sose látlak többé, fiam. Hát, hogy ne, édesapám? Azt jósolják, hogy meghalok? Nem jósolják, de tudom én, hogy nem látlak többé téged, édesfiam. Összeülelkeztek, megcsókoltak egymást, és könnyek közt elbúcsúztak egymástól. Felült a királyfi a hatlábú paripára, a paripa pedig felrepült az égbe. Mintha szárnya lett volna, úgy vitte a királyfit a ló torony irányba. Egyszer csak hopp, megtorpan, és a ló ereszkedik lefelé. Mikor földet ért a lába, elbámul a királyfi. Egy olyan szép erdőbe volt, hogy a fák mind aranyból voltak. Na, gondolja magában, itt lesz valahol a selyemré. Elindult csak úgy gyalogszerrel, és a lovat a kantánnál fogva vezette maga után. Egyszer meglátta a selyemrét szélét, de azt is látta, hogy a selyemrét közepébe egy szép sátor áll. Megkötötte a lovát, ő pedig egyelül indult a sátor felé. Mikor a sátorhoz ért, látja, hogy bent a sátor közepében alszik egy őszibe vegyült ember. Hát a sátor egyik sarka el volt függönyözve. Elhúzza a függöny, és ilyetében majd elkiáltotta magát. Nézzük meg mi is, hogy mit látod. Egy szép aranyágyat, az ágyban pedig egy 18 év körüli leányt aranyhajjal, és ott fekszik. Az egyik karja és az egyik lába pedig lelógott. Megsajnálta a királyfi. Oda ment, megfogta a lánynak a lábát, felteszi szépen az ágyra. De a leány nem aludt, félszemmel nézte, hogy milyen délszert fiatalember áll az ágya mellett. Mikor a királyfi megfogta a karját, hogy azt is föltegye, a leány átölelte a nyakát. Odahúzta a fejét magához és megcsókolta. Én a tied, te az enyém. Ásó, kapa, s nagy harang válaszol el minket. De ide hallgass, tudom, hogy fáradt vagy. Lépj le innen, és pihenj le a sátorba. Le is pihent, és azonnal el is aludt. Ahogy elaludt, az öreg ember felébred, és látja, hogy egy idegen van a sátorban. Azonnal kihúzta a kardját, fölemeli, hogy levágja a nyakát. Mikor éppen suhantani akar, akkor jut eszébe. Hisz ennek is kardja van, és én is aludtam, mikor a sátorba jött. Ő is megölhetett volna. Nem bántom. Majd ha fölébred, megkérdeztem, hogy kicsoda. Úgy is lett. Az öreg leült és várt, amíg fölébred a fiatalember. Mikor megébredt, így szólt. Hallod, öcsém? Felelj a kérdésemre. Ki vagy te, és mit keresel itt? A királyfi felült a fekhelyéről. Én, ha nem tévedtem, éppen téged kereslek. Az apám küldött, hogy az aranyerdő közepében a selyemréten lakik az ő barátja. Ennyi, fiam, te lennél az én barátomnak a veres királynak a fia? Igen, én vagyok. Azért jöttem, hogy az apám üzenetet kapott, hogy te bajban vagy, de ő már öreg, és engem küldött. Jó, hogy jöttél, fiam, mert már több mint egy éve, hogy ostromolnak a boszorkányok odaállt. Elhoztad az apád kardját, az én kardomnak a cimboráját? Mert tudd meg, fiam, akármennyi katonát levág a kardom, ötször vagy tízszer annyit jön még helyette. Látod ott azt a nagy hegyet? Ott van a vén boszorkány, ő ontja rám a katonaságot. Még azt meg nem öljük, nekem nyugtom nincsen soha többet. No, de most már kette leszünk. Máma azt hiszem nem fognak támadni, de holnap egész biztos. Máma egy kicsit elbeszélgetünk, aztán meglátjuk, mit hoz a holnap. De az öreg olyan ravasz volt, hogy a lányról egy szó sem szólt. Elbeszélte, hogy fiatal korában ő neki a boszorkány a mátkája volt, akinek megígérte, hogy feleségül veszi, de a ígéretét nem tartotta be, és ezért a boszorkány bosszújából őt el akarja pusztítani.
A beszélgetés után megvacsoráztak, lepihentek, reggel keltek, és szerencséjük volt, mert a nap felkelt, jöttek a boszorkány katonái. De úgy jöttek ki a hegyből, fogyhatatlanul, mint a víz, mikor nagy forrása jön ki a földből. Kirepültek a kardok a hüvelyből, volt dolga a két karnak, aprították a katonákat. Már dél felé úgy kezdtek ritkulni. Ekkor a veres királyfi megindult a hegy irányába. Előtte a kardja vágta a katonákat, akárcsak Szalai a szappant. Mikor ahhoz a lyukhoz ért, ahol a katonák jöttek ki, úgy gondolta, hogy bemegy, és megnézi, hogy mi van belül. Úgy is lett. Nyomult előre. Hát mikor beért, mit gondolt, hogy gyerekek, mit látott? Egy nagy, tágas térség közepén egy esztó vágta. Benne ült egy vén öreg asszony. Akkora orra volt, hogy a földet érte. Az orcáján pedig több ránc volt, mint 100 asszonynak a szoknyáján. És az a vén boszorkány nyomta a lábítót, s valahányszor a vetillőt átdobta, mindig egy 100 katona állt elő, és adta ki nekik a parancsot. Előre a sejemrítre! Öljétek meg a vén gazember! De mikor egy 100 kipottyan, a királyfi kardja suhant egyet, mint a 100-nak levágta a fejét. A királyfi pedig odaugrott a vén boszorkányhoz, elővette a zsebkését, és szíven szúrta azt a vén szipirtyón. Hát mi történt? Az a nagy hegy úgy széjjel mállott, mintha soha nem is lett volna. És mit gondoltok, mi lett a helyén? Egy olyan szép sejemrét, mint ahol az öreg ember lakott, ahova a vén boszorkány katonákat parancsolta. Mikor ez megtörtént, az ősz öreg ember előhívta a leányát, és odaállította a királyfi elébe. Nézzed, fiam! Nincsen mennyasszonyod, nekem meg nincsen másik gyerekem, csak ez az egy leányom. Ha szereted, neked adom, vele együtt pedig az egész királyságomat. Úgy is történt. Papot hívtak, megesküdtek, még most is a sejemréten laknak, ha meg nem hótak. Hát ennyi volt.